Egy héttel ezelőtt elveszítette bajnoki veretlenségét, most viszont javítana is, megerősíteni első helyét a női kézilabda NB1B-ben szereplő Békés Csabai előrenkása. Pap Bálint együttesének ellenfele a rájátszásban eddig mindkét mérkőzését megnyerő Pénzi György lesz. Rusz Richard operatőr kollégám nevében nagy tisztelettel köszöntöm a 7.tv kedves nézőit. Kovács Dávidot hallják. A mérkőzés két játékvezetője majd Csuka Pál és Kocsis Olivér lesz itt a városi sportcsarnokban, és jelen pillanatban is zajlik a fehéremezes Pénzi György bemutatása, ami a vendégeket illeti. Két fiatal játékos, Pető Virág és Ágoston Lilla hiányzik az előző heti összeállításhoz képest, de hát önmagában a Pénzi Győr összességében egy fiatal csapatnak számít. Sok inkább rutintalanabbnak számító játékossal, de a fiatalos lendület azért fővárosiak neve mellett szól. Csenki Judit a vezetőedző a vendég csapatban, és hát ahogy említettem a felvezetőben, mind a két rájátszásbeli mérkőzését eddig megnyerte a Pénzi Győr, úgyhogy mindenképpen érdemes odafigyelni az ellenfélre is ezen a mérkőzésen. Főleg azért, mert a Pap Bálint gárdája azok után, hogy a Szise ellen magabiztosan 7 gólos győzelmmel kezdte a rájátszást. Egy héttel ezelőtt elveszítette a bajnoki veretlenségét Kozár Mislány ellen, 28-20-as vereség. De maradt a Békés Csaba a tabella élén, és továbbra is 3 ponttal vezet a Nekával szemben, és 6 ponttal pedig az Eszterházival szemben. Csabaiak összeállításában de nagy meglepetés nincsen. Mindenki rendelkezésre áll, hogy egy Jimesi Kitti hagyta ki a rájátszás első meccsét, illetve még ugye a Dunai Város elleni kupamérkőzést, és már ő is ott van. Ugye igazából Giric Laura az, aki leginkább hiányzik csabai csapatból, ugye ő megsérült a Szise elleni összecsapáson, és itt a rájátszásban már nem valószínű, hogy pályára lép Pap Bálint együttesében, de a csabaiaknak nélküle is meg kell őrizniük a tabella első helyét. A feladat adott, negyedik helyen álló Pénzi Győrt hazai pályán meg kell verni, és akkor olyan nagy baj nem lehet. Sőt, ugye ez a 3 pontos előny egyelőre egyre csökkent a Nekával szemben, hiszen a Bogláriak nyertek Orosházán, hozták a kötelező mérkőzésüket a Bogláriak, úgyhogy ők már behúzták a fordulóban az adott mérkőzésüket, a csabaiaknak adott a feladat, hogy hasonló sikert arassanak. Természetesen lilában a csabai csapat, és fehér mezben, zöld nadrágban pedig a vendég csapat. Sas Kincső biztatja még a csapattársat, Sas Kincső kezd majd tehát a vendég kapuban. Ködmön lesz a bal szélső, 33-assal Mayer Lívia. Ez majd a bal átlövő. 25-össel Tóth Adél irányítja majd a csapat játékát. A beállós Polgár Rebeka, Hudra Enikő és 99-essel Bagi Katha pedig a másik szélen, ami pedig a csabai együttest illeti Nyimesi Kitti és Kuka Janna. A két hármas védő kezdésként Csizmadia Fanni kezd a kapuban. Török Iván, Mayer és Karacsi Jászmin még ott a kezdőben. Úgyhogy így áll föl a csabai csapat az első védekezéshez, tehát a fehérmezes vendégek kezdték az összecsapást. Nézzük az első akciót. 6-os fal a csabaiaknál természetesen, amit már megszakadtunk ebben a szezonban Pap Bálintól. Kezdésként ezt választotta. Csabai mester, jár a szabad dobás. És egy könnyed védés így Csizmadiától.
Nézzük a gyors indítást, ugye Papp Bálint arra hívta fel a figyelmet. Mérkőzés előtt, hogy egy héttel ezelőtt a gyors gólokkal is adós maradt a csapat. Úgyhogy ezt mindenképpen, ezt az adósságot szeretné törleszteni csabai csapat. Elsőre nem sikerült gyorsan végigvinni, visszazárt a pénzügyőr. Török kapja a labdát, Gyimesi ugrik föl, és a blokkról lelassuló labdát védi Sas, úgyhogy egyelőre gól nélkül, másfél perc telik el, Iván Emese lépett fel, és állította meg Tóth Adélt. Nagyon messzire. Csabai kaputól Tóth Adél irányít tehát. Török Fanni, 9 méteren egy szenzációs megállító falt. Két perc telik el a mérkőzésből, egyelőre gól nélkül, de hát aztán valószínűleg beindulnak majd a csapatok. Első két támadásból nem született gól. Gyimesi lép fel, és állítja meg Mayer Léviát. Jól tette, nem is jutott lövéshez. Vendégjátékos, passzív játék a vendégeknél. Mayer megint megtámasztják a lövőkezét. Még van három passza a vendégeknek. Ez az utolsó passz, ezt már lőni kell, ez magasan kapu fölé. Hudra Enikő lőtt el, jól védekezett a hazai csapat. Gyimesi hozza fel, Török. Ezúttal is visszazárt a vendéggárda, úgyhogy nincs lerohanás gól. Lehet felállt fal ellen próbálkozni. Girinc Laura Szis elleni találkozó legelején sérült meg egy kiállítás, rögtön a mérkőzés. Legelején jön az első büntetés, tehát Bagi Kata 99-essel a kiállított játékos. Rögtön ember hátrányban tehát. Vendég csapat a negyedik perc legelején. Hiszik, hogy hogyan sikerül kihasználnia csabaiaknak ezt az ember előnyt. Eljut a szélre a labda, Iván Emese azonban elhagyja a labdát. Nem sikerül az első ember előnyös akció. Továbbra is gól nélkül. Üres kapuval támad a pénzügyőr, ember hátrányban természetesen. Jó védekezés esetén lehet üres kapura próbálkozni. A Bálint már a mérkőzés elején széles mozdulatokkal mutatja, hogy nem kell pontosan jól védekezni. Egy sárga lap. Török Fanni a sárga lapos. Ő lökött. Egy perc még Bagi kiállításából. Próbál minél több másodpercet lelopni az óráról a vendégcsapat. Az egy újabb gyenge próbálkozás kapu fölé. Nézzük a második ember előnyös akciót. Mayer Szabina kéri a labdát, meg is kapja, bemutatja a paszt, és aztán a lövés meg nem jó, mert saslábbal védeni tud. A második védése vendég kapusnak. 4,5 perc telik el, továbbra is gól nélkül. Ritkán látunk ilyet azért kézilabda mérkőzésen. Elején nehezen akar megszületni az első gól. És 20 másodperc maradt kiállításból, úgyhogy ha a vendégek taktikusan, hiba nélkül támadnak, akkor ezt a csabai kapu előtt tölthetik. Mayer megy közelebb, Gyimesi lép föl a 9 méterre, jó a megállító falt. És akkor most egészülhet ki a vendégcsapat, 5 perc elteltével. Bagi már van a szélen, de újra passzív a játék. Egy óriási blokk Gyimesitől, de visszapattan a vendégekhez, és ott a helyzet, és lebaratválja a felső lécet. A szélső lövése ködben próbálkozott. Marad a 0-0, és Csizmadiának kell nagyon messzire menni a labdáért. Az órát is meg lehetne állítani. A játékvezetők is 5-23-nál végül ezt megtették. Jó pár másodpercet töltött Csizmadia a
folyosón a labda keresésével, de csak meglett az a labda, úgyhogy jöhet az újabb csabai akció, és most már lányok akkor tessék pontosan végigvinni egy akciót és góllal befejezni. Tukej. Jó a labda a balszélre, és Karacs húzza vissza a rövid sarokba, megvan az az első gól. Majdnem 6 percet kellett rá várni. Tehát egy szélső gól. Karacs első lövéséből születik az első gól. Említettem már a Pinszi Győr, két jó mérkőzését itt a rájátszásban. Orosházán tudott nyerni, fővárosi csapat majd. Egy héttel ezelőtt az Eszterházit hazai pályán egy kosszegény meccsen 22-21-re. Iván Nemese labdát szerez, végigviszi és be is pattintja, ahogy ő azt szokta. 2-0. 6,5 perc elteltével, így már jobban fest az eredményjelző hazai szempontból. Vendégek egyelőre tudták igazán megdolgoztatni még Csizmadi a Fannit. Jó volt a védekezés, és most nézzük Karacs az újabb zicserrel. Be is dobja ezt is, csak rosszul érkezik a lövés után. Hát még egy sérülés nem hiányozna a csabai csapatba. Már pedig Karacs súlyos sérülést szenvedhetett. A csabaiaknak nincs szerencséje ebben a szezonban ezekkel a sérülésekkel. Már a szezon előtt Kobela Tamara és Barbé Márta dőlt ki. Ugye Barbé nem is olyan régen tért vissza a csapatba. Aztán két héttel ezelőtt Giric Laura dőlt ki sérülés miatt. Most pedig Karacs Jászmin. Valószínűleg tércalak sérülést szenvedett. Aztán az majd kiderül, hogy ez mennyire súlyos. Szóval van baj a sérült listával csabai oldalon ez a szezon. Azért nem fest túl jól ebből a szempontból. 8. perc a mérkőzésen, ugye Giric Laura sérülése is két héttel ezelőtt rögtön a mérkőzés elején érkezett, úgyhogy ez semmiképpen sem fest jól. A mérkőzés elején is figyelni kell arra, hogy sérülés nélkül megúszta egy csapat. Nyilván ez egy szerencsétlen mozdulat volt, nem volt ennek semmilyen szándékosság. Rosszul érkezett a földre Karacs Jászmin. 8. percben Mihály János és Varga Péter mellett Mayer Lévia, Mayer Szabina kezeiben hagyja el a játékteret. Ugye egy Mayer a vendégcsapatban is. De a csabai Mayer segített a szélsőnek jönni a pályáról. Kukely Klára érkezik pályára a szélső pozícióba. Tehát Karacs két góllal valószínűleg befejezte a mai mérkőzést. Reméljük, hogy nem a súlyosabb tércsérülésből gyűjtött be egyet, és rövidebb kihagyásra készerül majd csak. A védekezés egyelőre jól fest a mai szempontból. Térjünk vissza pályán zajló történésekre. Kukely Anna és Gyimesi Kitti vezetésével jól működik a csabai fal. Nézzük, hogy tudja elszerezni első gólját a fővárosi csapat, megint passzív a játék. Egy bejátszás is megvan az első gól. Háfra Luca szerzi. Kiböjtölték a vendégek a 8. perc legvégén. Találnak be először a vendégek. Nem néztem utána ennek a statisztikának, de valószínűleg ez a legkésőbbi gól a szezonban, amit a Pénzügyőr elsőként megszerzett egy találkozó. De az egy nagyszerű egyéni akció,
Hukay Anna teszi el. Sas fölött a labdát, 4-1. Gyorsan visszaáll a három gólos különbség. Mayer Lévia próbálja kifelé megverni az emberét. Török és Iván Nemese védekezett jól. Óriási lövés és óriási gól. Hudra szerzi a találatot, de gyorsan jöhet a válasz, de nem jön a válasz, mert Sas óriásit véd, de oldalt pattan ki a labda, úgyhogy marad a labda majd. Hazai csapatnál. Négy kettes állásnál Kukay indul el, Török. Iván Nemesének le a szélre, aki a rövid fölsőbe húzza vissza. Ez egy jó befejezés, Iván Nemese második gólját szerzi. 5-2 a csabai csapatnak. És az a labda szerzés. Szabálytalan a játékvezetők szerint. A tiszta labda volt. Én nem értem a bírókat. Ez kicsit szigorú ítéletnek tűnt. De esetre marad a labda a vendégeknél. Hudra. Mayer. Közelebb lépett. Jó a sárc. Csizmadia dicséri a védekezést. Ezt, ha jól láttam, Kukay Anna kezéről vágódott. Szalfonon túlra. Mayer. Hudra le kínálja a szélre, és nem jó a szélső próbálkozás. Háfra Luca ezt nem tudja értékesíteni. Lehet 4 gólos is a különbség, ha Csabaia kezd gólra váltják. Gyivesi cikázott be, szépen lövőhelyzetbe, de nem tudja belőni. Sas egyelőre jól teljesít Pénzügyőr kapujában, és neki köszönhető, hogy 10 perc játék után csak idézőjelve a csakot, 3 gólos a hátrány, 5-2 továbbra is így. Nem sikerült 4-re növelni a differenciát. És egy kipasszolt labda. Karacsi Jászmin ápolása közben érkezett egy labda oda. Nyár Jánosék passzolták vissza a csabaiaknak. Kukay megy föl, és húzza a jobb alsóba a labdát. 6-2 megvan az a 4 gólos különbség, ami az előbb még nem volt meg. És időt is kér Csenki Judit. Nem vár tovább. Vendégek vezetőedzője. De ami a fehérmezeseket illeti, itt bajnokságban, az alapszakaszban, a nyugati csoportban 11 győzelem, egy döntetlen és 6 vereség volt a mérleg, elnézést, 23 pont jött ebből össze, és a harmadik helyen jutott be ide a felsőházi rájátszásba a Pénzügyőr. 7 pont az, ami a zsákban volt a rájátszás kezdet előtt is. Ugye nagy veszteség érte a fővárosi csapatot, ugye 105 találattal a Blaubacher Dóra volt legeredményesebb játékos az alapszakaszban, azonban ő február elején az NB1-es Vasashoz távozott, úgyhogy ez mindenképpen érzékeny veszteség fővárosiaknál, de hát a két rájátszás mérkőzésen 2 győzelem volt a mérleg, és ugye Hudra Enikő is előlépett, mint gólszerző. A rájátszásban 2 mérkőzésen 15 gól. Tehát ebből 13 az Eger ellen. Tehát az ő nagyszerű teljesítménye azért megalapozta azt az Eszterházi elleni bravúros győzelmet. 6-2-es csabai vezetésről jön a folytatás, a 12. percben járunk.
Tóth Adél irányít továbbra is. Érkezett azonban támadásban Tímár Petra kettessel, és ő szórja el a labdát éppen. Az első megmozdulása nem sikerül, az az indítás. Nagyon jó, Kukály Klára végigviszi, és be is dobja. Összességében jól kezd Csabai Csaba, de bár a legelején nehezen jött össze az első gól, de azóta elindult a támadójáték. 7-2. A vendégek viszont beragadtak. Találkozó eleje óta nem találják a ritmust. Azt mondanám, hogy belemelés, de Mayer Szabina ezek szerint belül védekezett már, úgyhogy jár a büntető. Kudra Enikő jön majd a büntető. Ez és lövőcsel nélkül bevágja. 7-3. Kudra másodszor eredményes. Jön a vastaps, a lelátóról a végközép egyelőre még csendesebb, de azért szépen lassan az álló szektorban is gyülekeznek a drukkerek. Ugye ezen a héten nincsen drúgó mérkőzés, a sportkedvelők, a kézilabda marad egyértelműen. Mayer nagyszerű bejátszás után eredményes, kiváló akció. Ez a 8. csabai gól. 8-3 ezzel. Mayer Szabina a héten jelentette be a csabai klub, hogy következő szezonban rutinos beállós marad a Liláknál, és abra is a Bálint csapatát erősíti majd. Az a kapufáról kifelé pattan. Lehet gyorsan indulni. Török. Mayer. Iván már kéri a labdát, meg is kapja, be is dobja, ahogy kell. Ilyen gyors akciókra gondolt. Pap Bálint is mérkőzés előtt 9-3 ezzel, úgyhogy még el sem telt az első fél idő fele. Most kezdődik a 15. perc. Vad Anna érkezik 19-essel beállós pozícióba. Próbál tehát Csenki Judit is frissíteni. Hát ha utálja az eredményes felállást, visszafújják a játékvezetők. Jár a szabad dobás. Timár. Az egy jó induló csáv volt, nagyszerű. Megindulás volt Tóth Adéltól, az Itzert pedig be is dobta. Ezt most jól dolgozta ki magának. Vendégek irányítója. 9-4, így érkezünk meg az első fél idő feléhez. Kuke indul el, még éppen időben szárt oda Vad. Itt csak szabad dobás. És Vad és Mayer Lívia alkotja. Kép első hármas át a vendég csapatnak a labda. Nem tökéletes, Zsivesi Kitti megy ki a csabai padhoz. Most már minden rendben, úgyhogy folytatódhat a csabai támadás. Kukály Klára kanyarodik fel, és fut be második állóként falba. Ő kapja a labdát, és tovább is tudta volna rakni, de jó volt a védekezés Kudra Enikőtől. Megakadályozta Csabai szélsőt. A tett labdában. Nyivesít azonban, senki nem akadályozza meg a bombagolban. Megvan a 10. Csabai találat. Nyivesítnek ez az első a mérkőzésen, 10-4. Most az első 16 perc alapján a védekezéssel és összességében a támadással sem lehet elégedetlen. Pap Bálint egy nagyszerű elütött labda Gyimesitől. Jó a védekezés Csabai részről.
Kis lökéssel indult Kukay Anna, de nem akadályozza meg ezt. Abban, hogy végig menjen és be is dobja, 11-4. Egyelőre nincs egy súlycsoportban a két csapat. Óriási tempókülönbség két gárda között. Védekezésben jól felveszik lövő embereket csabaiak, és mióta megtalálták a kapuhoz vezető utat, azóta támadásban is megy a játék. Gyimesi kapja meg a második csabai sárgalapot. Ez még belefér a védekezésbe. Nincsen kiállítás így. Vad végezte el. Szabadobás is Karacsiáz, mint Szikra közben, hát nem tudott ráállni a lábára, ez azért nem sok jót jelent. Ez egy súlyosabb sérülés lesz majd, de ez csak később fog kiderülni, hogy milyen sérülés szenvedett a szélső. Hudra lövése, lökés közben, úgyhogy jár még a szabaddobás, de összességében jó volt a védekezés. Hudra csak egy ilyen faltos lövést tudott elengedni, passzív játék megint. Gyimesi és Török zár össze. Csizmadia is biztatja csapattársakat. Folyamatosan egy újabb nagyszerű blokk. Hát ilyen védekezés kellett volna múlt héten is. Ugye Borbély Mártával készült egy interjú a Csabai Klub honlapján. Vámosi Panna érkezik közben támadásban. Gyimesi kap egy pici pihenőt. Szóval Borbély Márta is azt emelte ki, hogy védekezésben sem találták az ellenszert. Így maradtak el a gyors gólok Kozár Mislen elleni találkozón. Majer Szabina lőtt el, nem volt falt végül. És aztán elszórják a labdát a fehérvezesek. Visszaajándékozták fővárosiak gyorsan a labdát. Szóval sem a védekezés, sem a támadás nem működött. Kozár Mislenje ellen így nem is lehetett más a vége, mint vereség, de hát, mint ahogy a Csaba irányító is fogalmazott, van olyan mérkőzés, amikor semmi sem sikerül, de lehetőség a gyors javításra, Vámosi pedig próbál javítani. Rögtön, ahogy a pályára kerül, már gólt is szerez, 12-4 a 20. percben is. Újabb technikai hiba a vendég részről. Hát nagyon beragadtak a mérkőzés elején a vendég játékosok, és nem is sikerül felvenni a meccs ritmusát. Továbbra sem. Két meccsnak a nyomatékát, mint a fáradt csapat benyomását kell. 4-2 óta. 8-2-es sorozat. Csabai részről folyamatosan tudja növelni a különbséget. Házigazda. Vámosi játszaná be Maier Szabinának, de ott nem volt hely. Most Maier Lívia kapott pihenőt Pénzi Győrben, és Hudra, valamint Vad alkotja a Pénzi Győr védelmének közepét. Jó a lekínált labda a szélre, de a kapussere után megvan az első védés Rubin Tevelintől. Pedig ugye a mérkőzés elején azért dicsérhettük Sas Kincsőt a kapuban, mert 3-4 védést hozzátett, de azután nem sikerült belenyúlni a csabai zicserekbe, de hát csapattársakat is lehet ezért károsztatni. Közben egyre több szurkoló gyülekezik itt mellettem, hiszen Békés Csaba és Gyula ad otthont a hétvégén a kézilabda diákolimpiai döntőnek az 5.-6. korcsoportban, és ugye a fiúk küzdelme zajlik Békés Csabán, és fiú csapatok közül egyre többen jönnek ki és szurkolnak. Láttak egy NB1B-s mérkőzést, a 7 méterest bevágja közben. Udra elők ő, amíg én a diákolimpiai döntőt emlegettem. Ez az 5. vendég gól, de így is 7 gólos a különbség, és már az utolsó 10 percen belül járunk az első fél időben. Ugye, visszatérve egy gondolattal a diákolimpiai döntőre, a csabai színeket
Az Andrássy Gyula fiú csapata képviselte, de a csoportban két vereséget szenvedett, úgyhogy nem tudott tovább jutni a legjobbak közé. Egy óriási Vámosi Panna lövés a kapufáról kifelé pattant, most szerencséje volt Rubintnak. Picit faraghat a hátrányán a vendéggárda. 13-assal egy új ember a vendéggárdában. Pasqualetti Tímea. Érkezik ide Polát lövőbe. Kopja a labdát és teszi is tovább rögtön. Tóta Dél sem lőtt el. Egy betörési kísérlet. Török Fanni arcába kapott egy picit bele Tímár Petra. Pasqualetti fordítja vissza az akciót. Szélső pozícióban Ködmen. Túra a bal oldalon. Ez az akció is elég statikus volt vendég részről. Nem nagyon találták a lövőhelyzetet a vendégek. Végül egy ilyen gyenge kísérletre futott a fővárosi a kerejéből. Marad a 12-5. A 23. percben járunk. Védekezéssel azt gondolom, hogy elég lehet Papp Bálint. Iván Nemese. Az egy jó bejátszás. Bencsik Bojána rögtön mutatta magát, és be is dobta a fiatal beállós. Maier Szabina helyére érkezett, és rögtön meg is játszották a társak. Van egy gyors válasz a másik oldalon, és lesz egy kiállítás. Kukely Klára megy ki két percre. Tóta Dél szerezte a hatodik pénzügyőr találatot a gól után, gyorsan végigvitték a vendégek az akciót. Második gólja az irányítónak, 24. percben is ez az első csabai kiállítás a mérkőzésen, és mutatja azért, hogy összességében jó volt. A védekezés is nem is volt durva, hiszen két perc nélkül sikerült ilyen jól védekezni. Borbé Márta a csabai csapatban a szélre jön elsőként, ugye Kukely Klára kiállítása miatt. Most ez egy rendhagyó felállás a hazai csapatban. Kukely Bencsik egyszerűen kaparítja meg és dobja be. Jó volt a bejátszás, de ezt beállós munkája is kellett ez a gólhoz. Emberhátrányos találat. Bencsik másodszor. Két lövésből két gól. Tóta Dél. Pasqualetti teszi tovább. Összezárt Bencsik. Kukely Anna ugye. Most Bencsik jött be. Gyimesi mellé. Kukely került egyel kijebb emberhátrányban. Tóta Dél. Szép volt az átemelés. Török Fannival szemben. Újra Tóta gólszerző. 14-7. Tóta Dél próbálja felvenni hátára csapatát és megindítani támadásban a csapatot. Van is szükség rá, mert lassan gyűlnek a találatok Fehér Vezesek oldalán. Török, Vámosi, Borbé fut le, visszajöhessen a kapuba Csizmadia. Passzív játék most Csabai oldalon, Vámosi, arra nem volt hely. Török még összeszedi. Három passz van még. Abból az egyik lejött. Iván Nemesi ez, aki fölvarja a hosszú felsőbe. Egyszerű játék volt. Szép góllal a végén. 15-7. És le is járt a kiállítás. Iván Nemese már a negyedik gólját szerezte. Gyors akció vendég. Oldalon és egy kiváló ejtés Ködmöntől. A vendégek gólját Ködmön Krisztina lőtte. 15-8, és a 26. percben született ez a gól, tehát elkezdődik az első félidő hajrája, magabiztos csabai vezetésről. Borbé szélső pozícióban, és ha ott kapja a labdát, akkor onnan lő gólt. 16-8, Borbé először
köszön be. És az első lövéséből rögtön sikerrel járt. Tóth Adél most felgyorsult egy picit a vendégek játék a támadásban, és ebből főként Tóth Adél eredményes. 16-9. Villám gyorsan pár passzból. Eljutottak lövésig a vendégek, és cserélés a kapuban Papp Bálint, Szabó Dóra érkezik. Tehát most a csabai megállító faltok is hiányoztak. Elmúlt pár támadásban Vábosi ugrik föl, és ragaszt bomba volt. Vendég kapuba, 17-9, marad azért ez a 7-8 gól. Sokkal közelebb nem tud jönni a vendégcsapat. Iván Emese jobban akarja a labdát is. Meg is szerezte Borbé, pedig be is lövi a gyors indítás végén. Elaludtak a vendégek. Iván Emese volt szemfüles. Nagyszerű helyzetfelismerés volt Iván Emesétől. Borbé aratta le a babérokat a végén. Senki Judit, ez a kézilabda. Ez a kézilabda. 18-9. És Szabó rögtön, ahogy beáll a kapuba, már is egy védéssel. Jelentkezik, akár 10 gólos különbség is kialakulhat az első fél idő végén. Gyimesi, nagy bejátszás, Bencsik az ejtés, a kapufára lagol vonalra esett a labda. Ez az első rontott lövése Bencsiknek. Marad a 9 gól csapatok között. Pascoletti be dugta valahogy olyan kevés helyen a labdát, és Vad szerzi a gólt. Ezzel egyelőre elkerüli a rászámolást a csabai szurkolóktól a pénzügyőr. 18-10, az utolsó 2 percen belül járunk már. És Bucsi Lili jön támadásban 22-essel, ő teszi vissza a labdát Vámosinak. Török. Bucsi kipasszolja. Török már előrébb járt ebben az akcióban. Foroghat hátrányán. Fehérmezes gárda. Gyors. Első szándékból végigveszetett akció azonban nincs. Pascoletti tette tovább is, szélre lejut a labda, Szabó Dóra üti a kapufára, de a kipattanó. Nem a hazai, aki Papp Bálint dühög, Vad Anna szedte össze. 18-11, és így jutunk el az utolsó perchez a fél idő végén. Bencsik, Török, majd Vámosi a labda, úgyhogy Vámosi indul el nagyszerűen, és jól pattintja be. Megvan az a 19. gól. Vámosi is jól szállt be a csapatba. Harmadszor eredményes. Jár a szabad dobás még. Van jó 20 másodperce vendégeknek, hogy végigvigyenek egy jó akciót. A Bálint kezében ott a T betű, ha esetleg lenne labdaszerzés itt. Utolsó másodpercekben Török későn engedte el. Tóth Adél mezét, úgyhogy ez a második csabai kiállítás. Török Fanni tehát a büntetett 9 másodperccel a félidő vége előtt. A lövést beakadályozta Török, de a csabai majd ember hátrányban kezdik a második félidőt. Jó védekezés Vámosi, kiszorítja ellenfelét. Lesz még lövés, lett lövés, de Szabó Dóra kivédi. Úgyhogy ez a vége az első félidőben. Szabó Dórának jár a pacsi, Papp Bálinttól meg a többi csabai játékosnak is. Kicsit lassan indult a csabai csapat az első félidőben, de aztán, ahogy elindult a gólszerzés, azért magabiztosan játszott a Békés Csaba. Karacsi Ázmin sérülése ellenére azért van jó hír. 30 perc játék után a Békés Csaba Pénzügyőr 19-11. Innen jövünk pillanatokon belül a második félidővel. A csabaiak kezdik majd a második félidőt a szünetben. A vendégek kapusa Saskincső szórakoztatta
a drukkereket. Kézilabdával egy kis futball beutatót tartott lábbal és fejjel is. Technikás a vendége kapusa. Ugye a kézilabda diák olimpiára érkező fiatal drukkerek bíztatták is a vendége kapusát, és meg is kapta a leátóról a tapsot a végén. 8 gólos hátrányban azonban a Pénzügyőr, és a vendégek kapusa azért az eredménnyel nem lehet elégedett. Ezen szeretné javítani a vendégcsapat majd, lilában természetesen a hazai csapat továbbra is. Török Fanni kiállítása miatt ember hátrányban kezdi. Második játékrészt Békés Csaba Andrócki Flóra érkezett a jobb szélre. Ez az egyik legnagyobb változás. Ugye Mayer Szabina, Gyimesi Kitti a kezdés csapat tagjai voltak, akik most újra ott vannak a pályán, és Borbély Márta is maradt a bal szélen egyelőre. Gyimesi. Passzív játék. Lassan szövegeti csabai csapatember hátrányban az akciót. Van még egy perc a kiállításból. Kukely Anna teszi tovább. Iván Nemese nem megy föl, vagy Gyimesi fölmegy, és megnézte magának a bal felsőt, de csak a labdafogó hálót zörgette meg. Az első félidő statisztikáját, ha vizsgáljuk, azért a lövés hatékonyságot tekintve nagy különbség a csapatok között. 73% hazai, 50% csak vendég oldalon. Szabó Dóra maradt a kapuban, ő azonban nem tud védeni. Második félidő első gólja Ödmön Krisztina nevéhez fűződik, 19-12. Kukely Anna és Mayer Szabina nézett össze. Lássuk, hogy mi lesz az akció. Iván Nemese kapja, aki bezúdítja óriási erővel az első csabai gólt a szünet után. Iván Nemese 4 gólt szerzett az első fél időben. Ez az 5. találata összességében. Pascoletti maradt támadásban a pályán. Ugye ő is csereként érkezett az első fél időben. Tóta Dél. Pascoletti próbál befelé cserezni. Hét Péteres Kukely Anna ellen az ítélet. Már úgy tűnt, hogy nem sok jó vége lesz ennek az akciónak, aztán csak sikerült egy büntetőt kiharcolni, amelyet értékesít is. Hudra Erikő egy büntetőt az első fél időben is bedobott, az a második értékesített. 7-es, 20-13, 33. percben. Iván. Szóval járt a szabaddobás természetesen. Gyimesi Kitti próbálta visszahúzni, lábbal védett sas. Gyimesi Kittivel szemben történt szabálytanság. Mayer Szabina kér törlést, ahogy újabb sérülés legyen. Az első játék részben Karacsi Ázmin sérült meg. Hagyta el könnyek között a játékteret. 3 perc 15 másodperc futott le az óráról, és folytatódhat a játék. Kukely Anna teszi tovább, és kapja Gyimesitől újra. Andrócki kanyarodik fel a szélről. Iván Nemese. Gyimesinek az előkészítés, aztán a szélre a labda. Andrócki nem tudott vele azonban bemenni, és el is veszik tőle játékvezetők. Nem tudott bemenni helyzettel Andrócki. Kicsit lassabban kezdi támadásban második fél időt a Csaba, de hát az első játék részben is így indult, aztán 19 gólig meg sem állt a házigazda. Tóta Dél. Pascoletti. Pascoletti újra.
Vissza. Fiák a bíró sportársak, meg lökték a levegőben az átlövőt. Egy jó akció, és Hudra újra eredményes. Ez az ötödik találata. 14. A bejátszás Bencsiknek nagyszerű. Be is fordult, és be is dobta. Bencsik az első félidőben 3-2-t lőtt. A negyedik helyzetét és bedobta, úgyhogy összességében jól szállt be a csapatba. 5 perc lassan el is futott az óráról. Hudra Utadél mellett ő próbál legtöbbet tenni a szerzés érdekében. Eddig csapatból most mutatja be a figurát. Utadél elszórja, aztán összeszedte. Vagy ugye a balja, Gyimesi. Igen, egy fejjel alacsonyabb Pasqualetti kiharcolta a 2 perces kiállítást. Gyimesi volt egy picit óvatlan, és így csúszott le a keze Pasqualettire. Sajnos jogos 2 perces kiállítás. Sokáig büntetés nélkül játszottak a hazaiak, most már 3 kiállításnál járnak a lilák. Az egy kiváló olvasás Kukely Anna. Átdobja Barbédak, ő sétálhat be a labdával, és be is pattintja. Jó védekezés után jön a gyors gól. Ez örök recept, ami mindig működik. Borbé is harmadszor eredményes. Egy lelőtt labda a szélre, próbálja széthúzni a csabai falat. Pénzügyőr ember előnyben, aztán Tóth Adél kipasszolja. Az első félidőben 4 eladott labda volt a fehérmezesek neve mellett. Most ez gyarapodott. Zarrasz passzal. 1 perc még Gyimesi kiállításából, de egyelőre ezt büntetést jól lehozza csabai csapat. Sőt, lehet még egy gólt szerezni, hogy lehetne, de Vámosi, mivel nemese lábai között kipasszolta a labdát, és aztán mellé pattog. Úgyhogy nincs pénzügyőr gól ebből az ember előnyből. Így is maradt 1/2 perc. Andrócki tette tovább, most Iván Nemese középről indítja az akciót, Vámosival jön a helycsere. Iván, a bejátszás az nem volt egyszerű Mayernek, és most egy újabb üres kapus próbálkozás, és sas sem jár sikerrel, pedig itt a fiatal drukkerek biztos megünnepelték volna a találatot. Marad a 22-14, és kiegészült a Bálint gárdája. Andrócki, jó szélső befutás, csak oda kellett volna passzolni a labdát, ez nem volt jó bejátszás. Összük első szándékból, sikerül végigvinni Zicserék, de Szabó Dóra kivédi Ködömön Zicserét. 3 védéssel zárta az első félidő hajráját Szabó, és most is sikerül útját állnia pénzügyőr próbálkozásának. Kukely Anna Vámosival játszik össze, ismét Andrócki indul el. Az előző akciónál ez majdnem jól működött, csak végén a jó passz hiányzott. Vámosi, Andrócki, Vad Anna is. Mayer Lévia volt szabálytalan, játékvezetők szerint, kicsit
És Ippa befújt szabaddobás volt ez, megint passzív játék, Kukai Anna nem tudja összeszedni, két passz már csak. Így nem lesz több passz, Iván Nemese láb érintése miatt. Kicsit lelassult a csabai támadó játék, Papp Bálint ezzel nem lehet elégedett. És ilyen is pár hiba az egy csapattól. Tizedik perc a második fél időben, és egy kis szurkolás nem árt a lányoknak. Középből indul egy kis szurkolás. Szabó már nem tudott volna árítani, de nem is kellett. Gyévesi blokkja jó volt. Sarokdobással jönnek a vendégek. Védekez. Szól a lelátóról a biztatás. Hudra. Hudra megtalálta a helyet Szabó Nóra lábbal, de vendége ki a kipattaló, az pedig kapufa. Marad a 8 gólos különbség. Vámosi, ott van a 23. csabai gól, akkor, amikor 41. percbe fordul az óra. ...20-14-ről egy 3-0-ás csabai sorozat, és Csenki Judit időt is kér a 41. percben. Ugye, ami tabellát illeti, 18 pontos a Békés Csaba az első helyed, annak a mai győzelmével 17 pontra növelte pontjai számát. Eszterházi 12 ponttal a harmadik, és a Pénzi Győr 11 ponttal a negyedik. Ugye 7 ponttal jöttek a rájátszásba a fővárosiak, és két győzelemmel feljebb kúsztak a hetedik helyről a negyedikre. A csabaiak legyőzője, a Kozár Mislány pedig az ötödik pozíció foglalja el. Ebben a fordulóban két sereghajtó csapat, a 9. FTC és a Szise egymással találkozik, és a Kozár Mislány és Eszterházi SC Komárom mérkőzéseket rendeznek még ebben a körben. Az időkérést követően az a célja a vendégeknek, hogy azért egy picit közelebb lépjenek csabaiakhoz, és ne legyen kiütés a vége. Van még 20 percig arra, hogy kozmetikázzanak az eredményen. Majdnem meg volt a labdaszerzés, Vámosi ujjai előtt ment el a labda, az úgy büntető Barbé Márta belülvédekezés, Papp Bálint elégedetlen ezzel a védekezéssel. Hudra jön az újabb 7 métereshez. És fölé dobja. Nincs. Újabb vendégtalálat. Megint lehet 10 a különbség. Pontosabban először lehet 10. Egyszer volt erre lehetőség a csabaiaknak az első fél időben. Andrócki rálép a vonalra azonban. Így nincs továbbra sem 10 gólos csabai vezetés, de hát ez legyen a legnagyobb baja csabai csapatnak és a szurkolóknak ezen az estén. Egyelőre a győzelem nem forog veszélyben. Pascoletti. Tóth Adél fordul vissza. Hudra. Vámosi lép ki a falból. Pascoletti. Tóth Adél. Gyimesivel szemben ott nem sok esélye van. Azért Gyimesivel csabai fal azért jobban fest, mint nélküle. Ugye Giric szóval hiányzik a védekezésből, Tóth Adél közbelövése, után becsúszik a labda. Szabó Dóra lábai között, de Andrócki a gyors középkezdés után válaszol is. Andrócki először talál be a mérkőzésen. 24-15. Nem tudta felvenni védekező pozíciót a Pénzi Győr. Andrucki kihasználta a gyors középkezdést, és gólra váltotta a helyzetet. Vámosi, megvan a labda, szabad dobással jöhetnek a hazaiak.
Jön el a staps a lelátóról. Csak összejöhet az a 10 gólos vezetés. Vámosi. Helyek Szabina. Itt ki a falból. Ivár Nemese. Kukely Anna emeli át az emberét. Szenzációsan csinálja. 25-15. Megvan. Az a rászámolás. Jön is a lelátóról. Bonyhádi fiatalok is besegítenek a Csavai Békközépnek a számolásban. Kukely Anna negyedik gólja után. Meyer Lívia az első fél idő után, most újra támadásban is a pályán. Még kevesebb lehetősége van a cserére Csenki Juditnak. Jár a büntető, ugye Hudra az előbb elhibázta, úgyhogy most más próbálkozó következik. Varga Panni büntetővel. Ő bevágja. 25-16. Varga Panni, ez volt az első próbálkozása. Ráadásul ő jött csereként a jobb szélre, talán róla sejtettem még szót, de nem is jutottál hozzá a labda. Vámosi elindul, ott lehet a szélső zicser Andróczkinak, aki be is ejti. 26-16. És közelítünk a második félidő feléhez. Nagyon magabiztos Csabai vezetés. Az egy lökés Andróczkitól. 2 perces kiállítás. Fölösleges büntetéseket gyűjtenek be a csabaiak. Ez tehát a negyedik csabai kiállítás. Eldobta magát. Teljesen egyértelmű. Andróczki reklamál, de mint hiába. Megvan a labdaszerzés, megvan. Kukely Anna olvassa ezeket a labdákat. Borbé megint a lerohadással. Ő szerzi a 27. csabai gólt. És egy sérülés most vendég oldalon. Tam Pascoletti tíme az, aki lemaradt a földön. Hát ma... Így most már rendben vagyunk. Ma van valami a levegőben. Hogy jönnek ezek a sérülések. Így most már rendben vagyunk. Vesztegné, hogy van? Borbé, már 4 gólos. Egy szám, kutyavásztán nem lesz 2. 16. percben járunk, második fél időben. Ezt a negyed órát. Amúgy igazad volt, Bálint, nem volt 2. 8-5-re nyeri a Békés Csaba. És most kezdődik az utolsó negyed mérkőzésen. Majd, de nem is Pascoletti volt az, aki lemaradt, hanem Ködbön. Saját lábán hagyja el a pályát, ez talán jó hír lehet a vendégeknek. Ez súlyos, ez a sérülés remélhetőleg. Jön Háfra Luca vissza pályára. Tóta Dél, az úgy szélső zicser. Varga szépen húzza be. Varga Panni gólja. Második gólja Vargának. Köszönöm, 7-17. Bucsi Lili jön újra a pályára is. Borbé Márta helyére pedig. Beklára tér vissza a bal szélre.
Maier Sabina. Bucsi. Most viteszi tovább. Rihanna a forgás után. Megvan megállító falt, a megállító szabálytalanság. Polgár Rebekától, aki ugye védekezésben állt be. Bucsi Lili. Az lépéshiba. Bucsinak nagyon ment a játék, és a vendégeknek meg az üres kapus kísérletek nem bennek. A harmadik elrontott ilyen lövés. Csak a második fél időben. Még van pár másodperc Andrócki kiállításából. Ezt is szóval nagyon jól megúszta a hazai csapat. És egészülhet. Lemezes hazai csapat. Bucsi. Vámosi. Passzív játék. Bucsi felmegy és visszapattintaná. Jobb alsóba, de nem volt pontos a lövés. Kapusnak nem lett volna esélye. Tóth Adél lassítja le a vendégakciót, megelőzve a rontást, hiszen első szándékból nem sikerült zicserig vinni, akkor már nem érdemes elkapkodni. Maier. Kudra. Tóth Adél kanyarodik vissza. Iván Nemese lépett ki a falból, és Maier lépját fogta meg. Tóth Adél. Támasztotta a könyökét a védőjátékos. Jár a szabad dobás. Most már passzív a játék. Tóth Adél. Maier. A pattintott lövés a kapufáról, kipattanó labda, megvan a vendég csapatnak, és a gól is megszületett. Háfra Luca volt szemfüles. 27-18, 10-en belülre jön újra a Pénzi Győr, és Bencsik újra a pályán támadásban, Maier Sabina helyén ott a falban. Vámosi. Már a szabad dobás megint csak. Volt a kilépő védekezés most vendég oldalon. Nemese most távol egy picit még a kaputól az egy csapat. Vámosi azonban közelebb lép, egy jó blokk. Iván Nemese összeszedés, aztán lentről engedi el. Szép gól. A hatodik Iván Nemesétől. 28-18, ismét 10 közte. Óriási kapufa Hudrától, gyors indulás, török, tovább teszi Iván Nemesének, és egy Tóth Adél labdaszerzés a végén, itt nincs zicser, Iván Nemese le is marad egy picit, Hudra, Szabó Dóra véd, a nagy rohadás végén, Bucsi Lili szerezhet gólt, ha végigér, és aztán a lökés miatt jár majd a két perc Háfra Lucának. Bucsi csak végigért, szabálytalanul tudta csak lefékezni őt Háfra, de a gólszerzésben nem tudta megakadályozni. 29-18, és ráadásul ember hátrányban így vendégcsapat a következő két percben, ha ez további kiállítás természetesen. És elkezdődik az utolsó 10 perc a mérkőzésen. Tényleg csak a különbség és a számszerű végeredmény a kérdés. Itt a hajrában Szegi Tímea. És Emberi melegít a csavói kispad mögött. Mindenkinek próbál lehetőséget adni majd Papp Bálint, aki be van nevezve a mérkőzésre. Jár a vendégszabad dobás. Egy Polgár végzett elő, most először támadásban a pályán.
Pascoletti. Nem passzolt. Maier lívja, de nem is kellett passzolnia, behúzta. A jobb alsóba ember hátrányos vendég gól. 29-19. Vámosi. Török újra támadásban. Pályán ő teszi tovább Bucsi Lilinek. Lejut a szélre a labda, Andrucki fölvarja a léc alá. 30. Csabai gólt. Andrucki a szünet után. Háromszor talál a kapuba. És újra fel kell építeni magát. Voltak mérkőzések, amikor nem úgy ment neki a játék, vagy kevesebb lehetőséget kapott Papp Bálinttól. Pascoletti majdnem pecikázott, de végül elvesztette a labdát. Bucsi, megvan még a labda. Nézzük, végig megy a lerohadás, végig megy. Nem a legegyszerűbb módon, de Kukai Klára végül betalál. 31-19. Nem így van felrajzolva Mágnes táblára. Egy lerohanás, de sikerült végül végigvinni. Ez a legnagyobb különbség eddig csapatok között. Pascoletti teszi tovább, Tóth Adél. A bejátszás, Polgár Rebeka tűnt el. Bucsi Lili szorításában. Maier, azt olvasta Szabó Dóra, a játékvezetőről pattant vissza a labda. Török Fanni. És Török csúszik el. Nem kaphatta vissza Andrózkétól egyből. És akkor most jön az egyik csere. Zsemberi Zóra a pályán 66-ossal. Vámosi Panna jön le. ...54. percben. Jön ez a csere. Bucsi. Török. Zsemberi. Összefordítja Töröknek. Lejut a szélre szépen. Megy a húzás és Andrucki. A végén a befejező ember. 32-19. Most ismét egy 3-0-ás futás hazai csapattól. Kiütés lesz a vége. Ha így haladunk. Pascoletti. Maier. Polgár összeszedi a labdát. És kiharcol egy büntetőt. Zsemberi nem tudta már megfékezni a gólszerzésben. Jön Csizmadia a hetesre. És csere mindeközben vendégkapuban is. Ismét Rubin Tevelinál majd a pénzügyőr kapuja előtt, de nézzük Varga hetesét. Ezt már nem tudja bedunni, Csizmadia védi ki lábbal. A második elhibázott vendégbüntető, az Ág is húzza pénzügyőrt. Még büntetőből sem megy a gólszerzés. Hát ahogy elkezdte vendégcsapat a meccset, 8. percben jött csak az első gól, ez gyakorlatilag végig kísérte a vendégcsapatot. Legalábbis a támadójáték az csak rövid időszakokra működött. Szögi tíme is a pályán, tehát 10-essel Bencsik a bejátszással, óriási kapufa. Pedig a játék jó volt, a befordulás is megvolt. Lövésnek kellett volna egy picit pontosabbnak lennie. Az utolsó 5 perc kezdődik a meccsen. Pascoletti rossz lövésével indul ez a hajrá. Zsemberi hozza Csabai akciót, nem jó helyre tette, Bucsi. Nem tudta volna összeszedni, így csak kiütni tudta Varga Panni. Szegi.
Bocsi. Vissza. Zsemberi felé. Passzív játék most már. Az a passz nagyon magas volt. Bencsiket gyötörte közben Mayer Lévia. Úgy esélytelen volt, hogy ezt megkoporintsa a beállós. Mayer Lévia. Első szándékból lehetett volna tenni a szélre, másodikból is ment a passz. Varu ezt bedobja, javít a rontott hetes után. ...32-20 ezzel a góllal. Bucsi. Zsemberi. Megint passzív játék lesz, így is van. Bucsinak kell lelőnie. Lassan kapu fölé, picit ugye a cserék után lassabban szövögetik a csabaiak az akciókat, így a passzív játékok, és aztán nem biztos, hogy a legjobb előkészítés után érkeznek a lövések. Papp Bálint meg is osztja tanácsait az akció után játékosokkal. 3 perc van hátra a mérkőzésből, tényleg csak számszerű végeredmény a kérdés. Tóth Adél teszi tovább. Mayer Lévia. Lövése mellé pattan. Sarokdobással jöhetnek a fehérmezesek még. Ott kit látott vajon Varga. Ez nagy rejtély. Bencsik a lerohanással. És Bencsik be is dobja. És Csenki Judit kikéri az utolsó idejét a mérkőzésen. Bencsik számításaim szerint 4 góllal zárhatja majd a mérkőzés, de hát azért még van 2 perce, bő 2 perce arra, hogy betaláljon a vendégek. De erre nem olyan volt esélye, hogy szorosabb mérkőzést vívjanak. Szinte végig óriási hátrányban küzdött vendégcsapat, hiszen már negyed óra elteltével 5 gólos volt a lemaradása a Pénzügyőrnek, és hogyan voltak olyan szakaszok mérkőzésen, amikor ment, megyegedhetett a támadójáték, de védekezésben nem nagyon tudták megfékezni a csapatokat, talán csak itt a második félidő elején, közepén, amikor volt egy kis koncentrációs torpanás a csabai csapatban, de összességében nagyon magabiztos hazai siker születik, amivel 20 pontos lesz majd tabellán a Békés Csaba, és megőrzi a 3 pontos előnyét a Nekával szemben. A következő fordulóban majd Komáron lesz az ellenfél idegenben a Pénzügyőr, akit majd az Algyőt fogadja hazai pályán. Az időkérést követően nézzük, ugye Papp Bálint és kérte ki egyik idejét sem, lehet, hogy majd a végén talán egy figurára szívja csapatot, lehet, hogy nem maradnak ezek az időkérések ma. Tóth Adél. Mayer Lévia, csak az oldalháló zörgött. Tudom, hogy Szabó hozzáérte, és emberit hozta a játékba, Szögi. Szögi kezéből tépné ki a labdát Tóth Adél. Nem sikerült neki, járt a szabad dobás. Szögi. Kucsi. Truckinak a szélre, egy védés. Jön Rubinttól is, de megvan a kipattanó Zsemberi. Nagyon előzékenyen visszakínált Andruckinak, ez is Rubint zsákmánya. Zsemberi nagyon előzékenyen, hát hogy már nem akart belemenni egy lépés hibába, azért kínálta tovább. Volt az ittszer, ezt be lehetett volna dobni. Utolsó perc indul a mérkőzésen, 13 gólos csabai vezetésnél.
Tímár teszi tovább, Mayer. Lesz-e még egy vendég gól itt a meccs végén. Más után eldől. Még egy szabad dobás. Tóth Adél, passzív játék már. Nem jó a passz. Mayer összeszedi? Nem. Egy szép vetődés Bucsitól. Andrócki kínaira végigviszik, de szép volt. A két szélső össze is mosolyog. Nagyszerű találat itt a végén. Andrócki már látszódott, hogy oldalra kacsintott. Látta Kukejt, aki be is dobta. Egy szép gól a végére. 34-20 is lehet, hogy ez lesz a végeredmény. Vagy még Bencsik elviheti végig. Így van, bepattintja. 35-20, ez lesz a vége. Nagyszerű csabai siker. Egy kicsit lassan indult be a támadójáték, de aztán, amikor az is elindult, akkor nem volt kérdés a csabai győzelem védekezésben. Jó teljesítményt nyújtott Papp Bálint csapata, és második félidőben kényelmesen kézilabdázhatott az előny tudatában is. Nem csak megtartotta, hanem növelte is a különbséget a második játék részben. Marad a három pontos előny a tabella élén, így utazhat majd Komáromba a következő idegenbeli mérkőzésre. A Békés Csaba a végeredménnyel búcsúzom, tehát még egyszer. Békés Csaba jelőrenkáse, pénzügyőrese, 35-20. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak továbbra is a 7.tv-vel, viszontlátásra, viszonthallásra.